Továbbra is a Millás reggeli, már írnak is nekünk a kedves hallgatók utazás ügyben, de szerencsére itt van velünk utazási szakértőnk Ács Gábor. Szervusz Gábor, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hát, azt hozzá... a frizurát, a mindenségit neki! Figyelj, ez tényleg egyre durvább, tehát nem, most már tényleg post-punknak már nem is lehet minősíteni, ez már durván pop, úgyhogy... Figyeljetek, ez nincs belőle, ez magától ilyen. Ez a maga természetességével hódít. Hát én elismerem, hogy én egy Fabergé tojás vagyok, de ez se semmi. Na mindegy, beszéljünk az utazásról. Gábor, figyelj, hát ez egy elég érdekes nyár lesz, hogyha az marad, amit itt most bejelentett az operatív törzs. Lényegében Szlovénia meg Szerbia az a destináció, ahova turisztikai szempontból úgy lehet utazni, hogy utána nem kell 14 napos karanténban maradnunk. Na, hát igen, ezt a félreértést szeretném tisztázni. Na, tisztázzuk. Nem jelentett be semmit, hanem kérdeztek tőlük, megnézték, és az aktuális állapotra reflektálva előadták, hogy éppen most mi a helyzet. És ebből születtek azok a szalagcímek, hogy Horvátországba lehet menni nyaralni, de vissza meg már nem lehet jönni. És ez nem igaz? Nem a nyárra vonatkozott. Hanem? Ha miért? Most mi van? Hát itt a főtörzs, vagy nem tudom, elnézést kérek, vagy az alezredes, nem tudom milyen a rangja, a rendőr úrnak, aki a törzs tagjaként erre válaszol, az aktuális helyzet és aktuális az a baj, én is néha átveszem, vagy majdnem átveszem az ő szakot. Zsargon. Tekintetében, mondd ki nyugodtan, ezt a szót keresed. Köszönöm szépen, ezt akartam elkerülni. Na, szóval a megvalósulás tekintetét figyelembe véve most lenne az a helyzet, amit ő mond, tehát de benn van a parlament előtt egy törvényjavaslat, ami megszünteti a veszélyhelyzetet, viszont kinyílik egy újabb ablak, ugye a következő időszakban teljesen más lesz a szabályozás, az egy dolog, hogy megszűnik a veszélyhelyzet, és ezzel megszűnik az automatikus hatósági karantén kötelezettség mindenkire, aki Magyarország területére visszalép, de ott van a lehetőség arra, hogy új szabályokat alkossanak, és a gond az, hogy ezzel kapcsolatban nem tudunk semmit. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy holnap lehet-e menni Horvátországba nyaralni, akkor pontosan az a helyzet, amit az operatív törzs tájékoztatóján elmondtak, de az embereket nyilván nem ez érdekli, hanem hogy mondjuk az iskolai szünidő kitörése után, a veszélyhelyzet megszűnése után mi lesz a helyzet. Na most a probléma az, hogy ezt nem lehet tudni. Mert hogy ha semmi sem történik, megszavazza a parlament azt a javaslatot, amiről tegnap volt az általános vita, és most még nyilván érkeznek hozzá módosítók, stb., de bejön, simán átmegy a parlamenten jövő héten, akkor ebből csak annyi fog következni, hogy van lehetősége az illetékeseknek hozzáfűzni, illetve kijelölni olyan országokat, amelyek fekete listán lehetnek, tehát megnevezni, elfjeszem, felolvastam ezt egészet. Van egy 240 oldalas javaslat gyűjtemény, illetve kapcsolódik ehhez a törvényhez egy 240 oldalas változás gyűjtemény, amely azt tartalmazza, hogy miután megszűnt a veszélyhelyzet, mik maradnak mégis életben, illetve mivel jár az, hogy megszűnik a veszélyhelyzet. És egy nyúlfarknyi dolog vonatkozik ide, ami nekünk fontos, a járványügyi hatóság meghatározott országokból történő beutazás esetén, vagy fertőzés, vagy megbetegedés esetén előírhatja, és akkor innentől következik a karanténnak a 36 soros megfogalmazása. Tehát megszűnik a karantén kötelezettség alapból, de lehetőség lesz arra, hogy különböző országokra vagy különböző esetekre mégis bevezessék. Ebből a szövegből lehet arra következtetni, hogy ez inkább egy negatív listának tűnik, de fogalmunk nem lehet, hogy erről mikor születik döntés, és fogalmunk nem lehet arról, hogy melyik országok lesznek rajta ezen a bizonyos listán. Csak sejthetjük, hogy olyan országok, ahol a fertőzöttség az meglehetősen magas.
Úgyhogy igazából ennyi, amit tudunk, ezen kívül csak érzésekről tudok. Megkérdezni igazából, hogy nem lehet, mert az operatív törzset már próbált azt az index kérdezni, de nem kaptak választ. De ne higgyük azt, hogy ez annyira magyar speciális történet. Egy csomó országban máshol is ez volt, hogy két nappal a határidők lejárása előtt hoztak egy újat, egy új döntést, akár a... Na de Gábor, hát így utazni nagyon nehéz. Hát két napos, igen. Tehát nem tudod megtervezni az utazásodat úgy, hogy nem foglalsz szállást, nem intézed a szabadságodat, stb. Igen. Tehát ezért lenne nagyon fontos, és azért is kértem, hogy erről beszéljünk, mert hogy ezzel is próbáljuk fölhívni a figyelmet, hogy ezért nagyon-nagyon sok embernek nagyon fontos. Én naponta több megkeresés kérdést kapok ezzel kapcsolatban, hogy mi van. És csak azt tudom mondani, hogy ami le van írva, ami benne van, ami be van adva törvényjavaslatként, ennyit tudunk. Tehát igazából ennyi a biztos, hogy a veszélyhelyzet megszűnik, és ami a helyébe lép, azt még nem tudjuk, hogy mi lép a helyébe. A lehetőség benne van egy listának, hogy csomó országra, illetve meghatározott számú, el kell dönteni, hány országra és milyen alapon megmaradjon a karantén. Azt tudom elmondani, hogy mások hogy csinálják, akik már előbbre járnak, és akik mondjuk meg is mondták, hogy történik mindez. Azért van jó pár ország, ahol mondjuk 1-2-3 héttel korábban bejelentették, hogy milyen lesz a változás, és hogy fog ez működni. Ami most terjed a világban, és az nekünk is lehet, hogy jó lenne, hogy ne kelljen folyamatosan ezt a listát frissíteni, mert az kellemetlen, hogy most meghatároznak, most hasra jutok tényleg tippelek 10 országot, vagy 15 országot, ahol még a járványnak nagyon sok a megbetegedés és járványi szempontból veszélyesek, de hogy ezt ne kelljen folyamatosan módosítgatni, kormányrendeleteket kiadni, a változásokat folyamatosan átvezetni, egyre több ország vezeti be azt, hogy van egy az Uniónak a repülésbiztonsági szervezetének van egy folyamatosan frissülő listája, és azt építik be, hogy azokról a repterekről, amelyeket ez a lista veszélyesnek tart, azoknál mondjuk van kötelező karantén, vagy kötelező orvosi vizsgálat, és ehhez kapcsolódó intézkedések, amelyik pedig ez alapján biztonságosnak mondható, nem fertőzöttnek, arról meg be lehet szabadon jönni. És például görögök vezették be ezt éppen a múlt héten, illetve igen, Görögország jelentette ezt be. Van ez a lista, és akkor ezt figyelik. És ha ez változik, akkor nekik nem kell külön törvényt módosítani, hanem ez alapján döntenek. De szóval nekünk azt kell tudnunk, hogy ha hazajövünk, azt már látjuk, hogy egy csomó országban, csomó országgal kapcsolatban mi a helyzet, nagyon sokan várják a turistákat, tudjuk, hogy hova utazhatunk, mi magyarok, hova engednek be minket. Ez lenne az utolsó, aminek ki kéne derülnie, hogy akkor, ha hazajövünk, akkor melyik országokra vonatkozik karant. Addig nem lehet semmiféle utazást vagy nyaralást tervezni, amíg ez nem világos. És van egy viszonylag egyszerű módszer arra, hogyha tényleg védekezni is akarunk, hogyha elfogadjuk ezt a bizonyos listát. Persze lehet ettől független módszert is választani, de az a nehezebb, mert akkor folyamatosan módosítgatni kell, akkor fönnáll a veszélye, hogy amikor kint vagyunk, akkor rákerül az ország, és akkor mégis karanténba kerülünk. Úgyhogy talán az lenne az egyszerűbb, hogyha ezt a uniós EOSA listát használnánk például. Jó. Is. Oké, hát akkor majd update-et várunk, lehet, hogy holnapra már kiderül több minden, és akkor a utazási rovatban többet tudsz majd mondani. Köszi Gábor, ennyi fért nem most bele. Nem valószínű, de talán jövő hétre. Jó, oké, hát tudod, nem lehet tudni előre, lehet, hogy összekapják magukat, aztán mondanak ma is valamit. Oké, köszönjük benne. Szépen. Köszönjük akkor... a figyelmet a problémára. Jó, köszi szépen. Na hát Ács Gáborral vitattuk meg azt, hogy mit lehet tudni a magyar karanténnal kapcsolatban, mármint hogy visszautazás kapcsán bizonyos országokból mennyit kell eltölteni karanténban, meg hogy egyáltalán mit tudunk erről nyári szabadságok kapcsán. Most megyünk tovább, mégpedig hírekkel, Czoller Andi jön és elmondja a legfrissebb információkat, aztán ingatlan rovatunkban arról beszélünk, hogy árkérdése vagy lokációi, hogy hol van most élet a fővárosi lakáspiacon, de heti alapozó rovatunk is van, sok minden, a tőzsdei zuhanásoknak kik a vámszedői, erről fogunk majd beszélgetni, úgyhogy sok izgalmas téma a csőbe töltve itt a Millás reggeliben. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni?
Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával minden hétfőn reggel 8 és fél 9 között. Az adóvilág rovatá